Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a 3 fontos kérdést, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Mielőtt elkezdeném a kártyákat elemezni, elmondanám a kártyákhoz a kis történetet. Van egy nagyon aranyos magyar hölgy, aki pár évvel ezelőtt nálam tanulta a kártyavetést, és annyira tetszett neki ez az ötlet, vagy a képek, hogy elkészítette a saját Lenormand kártyáját, ami itt látható a képen. Ezek az ő kártyái, nagyon ügyes, szépek lettek a képek. Ez a kártya csomag, ez megrendelhető. Én nem akarom így a nyilvánosságon az ő címét megadni, de ha írtok nekem e-mailt, vagy írtok valamit a kommentárba, akkor odaadom az ő e-mail címét, és akkor tudtok vele beszélni arról, hogy mennyibe kerül, hova kell küldeni, hiszen a kártyák nála megrendelhetők. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, az középen látható, itt felül és alul. A horgony jelenti a biztonság érzetét, ahol le tud horgonyozni. Ez lehet a párkapcsolat, ez lehet a munkahely, ez lehet a lakhely is. És itt a 4 levelű lóhere szerencsét hoz. Lesz egy szerencsés fordulat, hiszen megtalálja a helyét az életben. A horgony gyakran utal a munkahelyre is. Ez a kártya a szerencsét jelenti, és az időt is. Ez lehet 4 hét, hogy 4 héten belül lesznek nála változások, de jelentheti április hónapot is. Az érzelmeit itt bal oldalon látjuk. A ház utal az otthonára. A gólya az a változásokra. Ez lehet egy költözködés, vagy valami megváltozik az otthonában. A ház jelentheti a családot, vagy a környezetet is, például a szomszédokat. És itt az ő környezetében megjelenik a ravasz róka, az jelenti a hamisságot, vagy hamis személyeket a környezetében. Ezen szeretne változtatni, hiszen a gólya a változásra utal. Mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? Ha te egy hölgy vagy, akkor te jelensz meg itt a képen, és ő odafigyel rád, értékel téged, és a kulcs azt jelenti, hogy légy magabiztos, bízd meg abban, hogy lesz közeledés. Itt a könyvek jelentik a tudást, a továbbképzést, de a zárkózottságot is. Lehet, hogy eddig zárkózott volt, de most a kulccsal lezár valamit, egy időben kinyílik egy új ajtó, a lehetőségek, vagy a kulcs kinyitja a könyveket szimbolikusan, és akkor az jelenti a nyitottságát. Megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt lesz közeledés a részéről. Átnyújtja számodra ezt az aranykelyhet, ami jelenti az érzelmeket. Tehát nyitott lesz érzelmekről beszélni. Ami az anyagiakat és a munkahelyét illeti, ott ő még fogva akar tartani valamit, holott tervezi ő a változást, vagy szeretne valamit javítani a munkahelyén, de itt látható, hogy vannak azért félelmek, fél attól, hogy elveszíti a munkáját, elveszíti a biztonság érzetét, holott itt van a szerencse. Tehát bele kellene vágnia ezekbe a dolgokba, és jó lenne, ha valamit változtatna a környezetén vagy a munkahelyén. Itt döntésekről, meg lehetőségekről van szó, és van még egy kis bizonytalanság nála, tegyem vagy ne tegyem, ez lehet költözködés, ez lehet munkahelyi változás. Itt látható Justitia istennő, ami jelent egy bírósági ügyet esetleg, vagy egy olyan helyzetet, ahol ő vagy az igazságot kapja meg, vagy eddig igazságtalanságok érték őt. Mivel itt van a ravasz róka, én úgy mondanám, hogy igen, a környezetében vagy a munkahelyén voltak igazságtalanságok, változtatni szeretne a dolgokon, de azért még kételkedik valamiben. De ez a bizonytalanság elmúlik, átteszi magát ezeken az érzelmeken, hiszen itt megjelenik, mint egy uralkodó, és uralkodni fog a helyzeten. Az is lehet, hogy a környezetében vagy a családban valaki megpróbált eddig uralkodni felette, és olyan bizonytalan volt, igazságtalanságnak tűnt ez a helyzet, de nem merte kimondani a véleményét, és ezen szeretne most valamit változtatni. Itt látható egy királynő, és ez a királynő rád utal, mégpedig a tűz elemére, hogy megvan a bátorságod, valami lelkesít téged, az lehet egy továbbképzés, tanulás, vagy kimondod azt, hogy legyen ő bátor, és védje magát. Érdekes, hogy a német nyelvű videóban, itt ezen a helyen, ugyanúgy, mint itt, a sors kereke egy szerencsés fordulat jelent meg. Tehát lesz egy ilyen sorsdöntő változás, változik a hozzáállása, változik valami a környezetében, másképp kezel téged, és a szerencsét hoz neked. Sőt, itt látható a vidámság, a boldogság, egy új kezdet, az érzelmek, és az ő jelenlegi helyzete. Itt még töpreng valami felett, vannak elképzelések, de még időre van szüksége ahhoz, hogy megvalósítja ezeket a terveket. És a te jelenlegi helyzeted. Benne vagy még egy szűkös helyzetben, de meg lesz ahhoz az erőd, hogy kilépj ebből a szituációból, ő meg segíteni fog neked, majd itt lesz egy szerencsés fordulat, egy új kezdet. És ez volt az általános jóslás. Amennyiben tetszett a videó és a kártyák, ezt leírhatod a kommentárba. Azon kívül ez a jóslás megrendelhető, a díjam 4000 forint. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!